Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfó nézőit. Ma esti vendégem Szabó Gábor, az Aranybull az ZRT növénytermesztési ágazat vezetője. Témánk pedig természetesen az aratás, hiszen kultúrnövényeink zöme már a magtárakban pihen, ott alszik. Itt az ideje, hogy végigmenjünk, hogy mi minden történt az idén. Kezdjük a búzával. Az aratás után a vizsgálatok szerint ez a Concordia Közraktár ZRT a megállapításai az voltak, hogy a hektoliter tömeg közepesnek minősül. Tehát akkor kezdjük talán inkább az időjárásnál, mert ők is arra hivatkoznak, illetve mindenki, hogy furcsa volt az időjárás. Tehát sok volt az ellentétes környezeti hatás, ezért jósolni nem is nagyon lehetett. Hát ez így igaz. Jó estét kívánok! Gyakorlatilag ugye ezek a szélsőségek motiválták az egész időjárást. Talán mondhatom, hogy a tavasztól fogva ilyen szélső gyakorlatilag hát olyan idők voltak, és az még a másik, hogy nem is az csak szélsőséges, hanem még helyi leosztásban is nagyon szűk helyek voltak, ahol leesett az a bizonyos csapadék, vagy pedig a másik terület részen nem kapott abszolút esőt, és ugye mellé jöttek még ezek a kora tavasszal is már nyári melegekről beszélhettünk, illetve a meteorológiai több csúcsokat döntött meg a mért hőmérséklet, hát ez nagyon befolyásolta a növényeknek a stressztűrését is, és ez nem csak a szemkitelítődésbe, hanem folyamatosan végigkísérte az egész évben a növényeket. Mindegy. Az milyen zavart okozott, hogy nem volt hó, hótakaró hát, az idén jószerivel? Így van. A hótakaró elmaradása ugye egyértelműen csapadék vesztést, vagy csapadék szegényebb tavaszt is előrevetít, és sajnos a tavaszi időszakban sem jött meg az a csapadék mennyiség, ami a télen elmaradt, illetve nem is tudja pótolni ez a tavaszi időjárás már a telet. Szoktuk mondani, hogy az altalaj nedvesség tartalmát nem éri el, nem tudja elérni, képtelen rá, mert akkor már sokkal nagyobb a párolgás is, a beszívódás is, ha pedig egy helyi zápor vagy egy helyi olyan volumenű eső, ami leesett többször is a megyébe is, de országszerte képeket kaptunk róla, hogy nem bírták el a csatornák az esővizet, de ezek kis helyiek voltak. Ha a szántóföldön esett le, elvitte gyakorlatilag a termést is, amennyiben még nem volt a gyökérzete olyan a növényeknek, és ebbe is kárt okozott, de egyáltalán az a milliméter, ami leesett, azt nem lehetett úgy számolni, hogy ez valójában ott maradt a talajon, mert nagyobb része elfolyott, mert olyan intenzíven hirtelen esett. Igen, erről már beszéltünk, itt Zászlós Tibor volt a vendégem, aki azt mondja, hogy érdekes, hogy az októbertől körülbelül ők úgy számolták itt a mezőföldön, mert itt a mezőföld számunkra fontos, nyilván az egész ország fontos, de azért a mezőföld az kiemelten, hogy ha csak megmérjük a csapadékot, az ugyanannyi. Csak az eloszlása nem volt meg, hiszen volt, hogy hatalmas nagy zuhé jött, hogy így fogalmazzam, aztán utána jó ideig megint semmi, és ráadásul kritikus időszakokban történt ez. Így van, és ezeket hát mondhatjuk, hogy szélsőséges, mert tényleg volt, ahol 100 mm leesett. Egyszerűen a növény nemhogy fölvenni nem tudja, hanem ki kell neki heverni, mert ezek olyan intenzív esők voltak, hogy a talajról felverődő por, illetve az a talaj kolloidokat mind még inkább megverte, hogy így mondjuk a levél fonákját alulról, és még egy stresszt kapott a növény. Egyébként, tehát itt a vizsgálatoknál az is kiderült, hogy sokkal magasabb volt a toxin tartalom. Ugye ez okozott gondot itt is a búzánál? Hát a toxin tartalom nálunk nem volt problémás. Igazából a vizsgálati eredmények azt mutatták, hogy a jó malmi búzát tudtunk betakarítani, tehát a kenyérnek való az biztosított, illetve azok a fajták, búzafajták, amelyik, hát hogy úgy mondjam, szerényebb
beltartalommal bírnak, azok is elérték az alsó szintet, tehát az euróbuzát átlépték a malmi oldal irányába. Ez én szerintem kedvező a malomipar számára. Hát a mennyiség ugye az meg hát annyi, amennyit a statisztika is kimutat. Mennyi volt egyébként a hektáronkénti átlag? Tehát azt hiszem, hogy az rányomja a bélyegét erre. Tehát mert ugye azt mondjuk, hogy jó közepes. Igen, ez a jó közepes, ez úgy gyakorlatilag úgy néz ki, hogy voltak helyek, ahol a közepestől magasabb termést lehetett betakarítani, ahol annak a talajnak a vízháztartása, a tápanyagellátottsága megfelelő, illetve a növények számára, hogy megfelelően föl tudja venni a tápanyagot. A másik oldalon viszont egy kis, vagy egy szerényebb termés mutatkozott, amelyik egy picikét domboldalon, vagy valamilyen adottságtól függően murvásabb, homokosabb, tehát egy vízszegényebb területről beszélve, ott bizony a gyenge mennyiség is előfordult, és a kettő összeadásából hát abból van ez a közepes átlag. Tehát a mennyiségről és a minőségről már esett szó. Ár. Ugye a tőzsde ilyenkor ingadozik. Én olvastam márciusban, áprilisban, amikor nagyon mély ponton volt, illetve egyik oldalról mély ponton volt, mert a várakozást egyszerűen nem tudták megjósolni, hogy most mi lesz. Aztán visszaállt a rend, de mi ez gyakorlatban mit jelent ez? Hát ugye nagy átlagban mindig úgy van, hogy a betakarítás előtt, akinek még van ógabonája, szinte mindegy, hogy melyikről beszélünk, búza, kukorica, árpa, repce, akkor mindig egy kicsit magasabb az ár a betakarítást megelőző hetekben, vagy talán egy hónapban. A betakarításkor ez általában visszaesik, nyilván érthető, mert kisebb gazdák, akinek tárolókapacitása nem megfelelő, nem tudja eltenni, és hát ezt a kereskedők, hogy úgy mondjam, kicsit ki is használják, és egy nyomottabb áron tudnak akkor terményhez jutni. A későbbi idő folyamán akkor szokott egy kicsit emelkedni az ár, és hát a téli időszakban ott ismét egy kis emelkedés mutatkozik. Ugye általában nem a magyarországi árak, vagy nem a magyarország, nem mi magyarok határozzuk meg az árat, hanem ez egy külföldi megtermett mennyiség, minőség, kereslet, tehát a mi termés mennyiségünk az kicsi, hogy ezt befolyásoljuk. Hát sajnos ugye itt szembesülünk még azzal a ténnyel is, hogy a euróforint viszonya hogy alakul. Hát az elmúlt időszakban ugye tudjuk, hogy gyengült a forint erő, teljesen nyugodtan igen. Mondjuk ki, hiszen 331 forint például a mai, de 320 felett volt a kritikus időszakban végig. Így igaz, és ugye ez számítás szerint az lenne, hogy akkor emelkedik a forintos ár, mert hát az euró meg erősebb. De ez most ide nem gyűrűzött be hozzá, tehát egy kicsit. Sem. Tehát akkor, ha összegezzük, akkor a sikér és a fehérje tartalom az jó volt, B1, B2-es minőség, tehát a malomipar követelményeinek megfelelt. No, menjünk az árpára, hiszen az árpa is nagyon fontos kultúrnövény. Itt is volt ok aggodalomra, tehát az őszivetéseknél mindegyiknél azért. Igen. Hát az árpa ugye az egy kicsit rövidebb tenyészidejű növény, és véleményem szerint az korábban van a virágzása is, akkor még egy kicsivel hűvösebbek voltak a nappalok is, az éjszakák meg főleg. Talán ez okozta, vagy ennek a következménye az, hogy az árpák azok talán országszerte, de a megyében biztos, hogy jobb termést adtak, tehát az előző évekhez képest, vagy az átlag magasabb termést, mint ahogy a búza. Ezt aztán később kiderült, hogy a búzát azt jobban megsanyargatta ez a meleg. Egyébként a jó termés az természetes, hogy negatívan hat az árra?
Hát, vagy ez megint gazdája válogatja, aki el tudja tenni, mint akinek lehetősége van rá, az ki tudja várni azt az időt. Igen, hát vagy hogy eltenni, vagy abba a korai időszakba, hogyha egy olyan jó áron le tudja kötni a kereskedővel, vagy a malommal közvetve, vagy valamelyik feldolgozó iparral, akkor el lehet érni jó árat. Hát leginkább azért egy kicsit óvatoskodunk mi gazdák, hogy nem a teljes, vagy nem a várható mennyiséget szeretjük lekötni, mert hát mindig lehet csalódás, mindig van az időjárásnak egy utolsó pillanatig negatív hatása lehet, akár egy szél, vagy egy jégverés, vagy egy bármi. Tehát egy bizonyos százalékát, aki már úgy látja, akkor az egy 50-70 százalékot lemer kötni, de a nagyobb, vagy a kisebbik hányad az megmarad a végére. Igen, hát akinek van tárolókapacitás, az megteheti ezt. A repce egyre népszerűbb Magyarországon is, de a mezőföldön nem különben. Ez így van jószerivel, amerre jártam mostanában Magyarországon, sőt Erdélyben is, rengeteg repceföld van. Igen, hát valójában a repce az egyik olyan növény, amit talán mindenki eladásra termel. Tehát ha azt mondjuk, hogy a repce az, amelyik először betakarítható, igazából fizet is, és hát, hogy mondjam, nem azt mondom, hogy pénzes növény, de leghamarabb pénzhez jut a gazda belőle. Ugye ezek a olajfeldolgozók, most nem menjünk bele, hogy minek ipari, vagy célra, vagy élelmiszeriparira dolgozzák fel a repcét, de ezt általában hamarosan kifizetik. Tehát itt És azért jót tesz a vetésforgó. A vetésforgó annak meg teljesen jót tesz, ugyan azt mondjuk, hogy a repce szaporítja a gyomokat, de egy kiváló gabona elővetemény. És akkor az olajtartalommal hogy állunk most az idén? Az olajtartalommal úgy gondolom, azzal nem volt baj. Elég szépen néztek ki a repcék, függetlenül majdnem, hogy melyik területen látta az ember. Nagyon ígéretes volt, és bizony, mikor már azt gondoltuk, hogy nem bántja az aszály, nem bántja ezek a melegek, a nappali hőség, és mégsem lett az 1000 magsúlya olyan, ami ennek szerettük volna, így hát közel egy tonnával kevesebb termett hektáronként, mint amire lehetett számítani. És akkor végül is, ami még előttünk áll, nagyon-nagyon fontos, a kukorica. Ugye erről már a híradóban beszámoltunk, de azért most egy kicsit bővebben beszéljünk róla, hiszen legfontosabb takarmánynövényünkről van szó. Területi és a mennyiség az alapvetően meghatározza ma is egy agrárgazda évét. Igen, hát igen. Még korai, tudom, hogy erről beszélünk, de azért a csövek már szépen garapodnak. Úgy van. Hát hogyha visszább megyünk az időbe, ugye a vetés környékén viszonylag jó időjárás, tehát jó talajt lehetett csinálni a kukoricának, szépen kis keltek, tehát azt mondom, hogy a korai vetések is már 10 fok feletti talajba kerültek, örültünk is neki, szépen kikelt, volt benne még nedvesség a talajban, és hát úgy körülbelül egy olyan 8 leveles állapotába viszont már elfogyott a víz, mert nem volt tartalék a talajba, amiről korábban említettünk, a téli csapadék hiány. Ezt a tavaszi esők, azt a felső réteget a vetés mélységig addig tudták tartani, de lent, ahogy a kukoricának lefele menne a gyökere a víz felé, csak hát nem talál. És akkor már egy kis, hát úgy mondja az ember, mikor későbben, hogy furuljázik, tehát összesodródik a levele, védekezik a növény, hogy ne párologtasson annyit. Ez már olyan pici korában egy pár napon keresztül megfigyelhető volt. Aztán szerencsére jött egy kis csapadék, és eltartott egészen a virágzásig. Ugye, ha valakinek egy kicsit nagyobb területe van, tehát én csak egy 100 hektáros kukoricára gondolok, ott már legtöbbször 2 vagy akár 3 fajta választást csinál az ember, annak
elkerülése véget, hogy egyszerre virágozzon, egyszerre hozza a csövet, és így ezt az időjárási körülményt, amikor néhány napig van ez a nagyon meleg, illetve száraz idő, az egyik fajta kiheveri, a másik fajta még nem virágzik, tehát egy kicsit elhúzódik, és ha az egyik nem olyan jól köt, vagy a másiknak a csőképződésekor valamilyen oknál fogva stresszbe lesz a növény, akkor az egyik kihozza, a másik pedig még nem. Ugye így aztán egy kicsit széjjel húzzák a gazdák ezt a virágzás és a terméskötéseknek az idejét, és hát valószínű, ugye ez még csak valószínűnek mondhatom, hogy én úgy látom, a korai kukoricák ismét jobban lesznek, jobb termésre kecsegtetnek, mint egy későbbi vagy egy középkésői kukoricák. Hát elképzelhető, hogy a késői is jó lesz, de a középérésűt tartottuk inkább a legideálisabbnak, tehát többnyire azokból vetünk legtöbbet. Ellenben nem mindig az jön be. Tehát ezt az ember utólag már tudja magyarázni, de előrevetéskor nem annyira. No, hát azért várjuk majd érdeklődéssel a betakarítást. Még egyetlen egy kérdés. A növényvédelmi szempontból ilyenkor kritikus a helyzet. Mit jelent növényvédelmi szempontból az ilyen hektikus időjárás a gazdának? Hát gyakorlatilag nagyon figyelni kell napról napra a növényeket, mert ez az időjárás változással együtt a kórokozók meg a károkozó rovarok is olyan hirtelen fel tudnak szaporodni, vagy egy olyan hirtelen megjelenést tapasztalunk, ami addig nem nagyon volt. Tehát a gabonákon is ez a vetésfehérítő. Amikor az ember látta már, hogy egy-két folt vagy valami megjelent, vagy ott voltak jelzőnek a sirályok, elkezdtek egy búza föld fölött körözni, akkor az már jelezte a gazdának, hogy ott valami van. Közelebb megy, megnézi. Ebben meg olyan robbanásszerűen, szinte azt mondhatom, mint ahogy az időjárás jött, robbanásszerűen megváltozott, és azok a körülmények is megváltoztak, és a szaporodásuk is ezzel főgyorsul. Értem. No, hát köszönöm szépen. A kukorica aratásról, betakarításról természetesen beszámolunk. Én azt hiszem, hogy azért, tehát a jó közepes maradjunk ennyiben, hogy ilyen lesz minden. És akkor tehát nem érheti panasz szó az agrárgazdaságot sem. Köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Én köszönöm. Kedves nézőink, mi pedig folytatjuk, mégpedig azért, mert egyre nagyobb népszerűségnek örvend, hála Istennek, az őstermelők tevékenysége, és ezt figyelemmel kíséri a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Fejér megyei szervezete is, ezért aztán pénteken egy új kezdeményezés valósul meg Székesfehérváron, mégpedig a belvárosban, a Városház téren konkrétan, ahol 25 őstermelő fogja kínálni a portékáit. Erről beszélgettem Varga Imre Istvánnal, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Fejér megyei elnökével. Szeptember 13-án egy új kezdeményezéssel jelentkezik a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Fejér megyei szervezete a Városházán és a Városház téren. Beszéljünk erről. Szeptember 13-án 10 órakor fog kezdődni Székesfehérvár polgármesteri hivatalának dísztermében a Gazda leszek előadás, aminek az a célja, hogy a pályaválasztás előtt álló fiataloknak bemutassa, hogy milyen lehetőségek rejlenek az agráriumhoz kötődő szakmákban. Az előadás ki fog térni arra, hogy már az agráriumban egy teljesen új, modern technológia van jelen, tehát a sokak számára megmaradt régi kép már nem aktuális, így modern környezetben dolgozhatnak azok a fiatalok, akik ezt a pályát választják. Nagyon fontos, hogy igény van az új munkaerőre, főleg, hogyha ez az új munkaerő jó és magas minőségű szakképzettséggel is rendelkezik, hiszen az agrárium egy olyan fejlődési pályán van, amihez ez alapvető fontosságú. A fiataloknak sok lehetősége van ezen a pályán belül, akár a biotechnológiáról,
agrármérnöki pályáról, termelői pályáról, vagy akár a precíziós gazdálkodásnak az informatikai háttérére gondolunk, az agráriumon belül sok más szakma is kapcsolódik, tehát azok a fiatalok is megtalálhatják a jövőjüket az agráriumban, akik nem teljesen a szántóföldi növénytermesztéssel vagy az állattartással kívánnak foglalkozni, hanem ezeknek a tevékenységeknek valamilyen oldalról szeretnék támogatni a működését. Például a precíziós gazdálkodás kapcsán már a műholdas elemzéseknek is nagyon nagy szerepe van, tehát akár informatikai oldalról is be lehet kapcsolódni, valamint megemlítem még, hogy Martonvásáron a Tudományos Akadémiának itt van a kutatóintézete a megyénben, ahol akár biotechnológiai növénynemesítési vonalon tudományos mélységekben is lehet dolgozni. A magyar oktatás jó színvonalon biztosítja a képzéseket ahhoz, hogy szakmailag megfelelő tudással felvértezve induljanak a fiatalok az agrárium területén a munkaerőpiacon, és ezen kívül Magyarország jó természeti adottságokkal is rendelkezik, tehát úgy gondolom, hogy minden körülmény adott arra, hogy a fiatalok hosszú távon megtalálják a jövőjüket ezen a területen. Az előadás végén el fogunk menni a Városház téren megrendezett termelői vására és kóstoltatóra, ahol lehetőségük lesz az előadás hallgatóinak megtekinteni az egyes szakmák, képviselői, termelői, tudnak velük beszélgetni, és fel tudják tenni a kérdéseiket, tehát egy kicsit közelebb kerülhetnek a szakmákhoz, hát ha megtetszik itt számukra valamelyik. Természetesen ez a vásár nem csak a Gazda leszek előadás részvevőinek lett meghirdetve, szeretettel várunk és hívunk minden érdeklődőt, hiszen ennek a vásárnak az a célja, hogy minél szélesebb körben megismerjék a fogyasztók a termelői áruknak a minőségét, a helyben készített termékeknek a frissességét, hiszen gondoljunk bele, hogy mennyivel frissebbek ezek a termékek, amelyek helyben készülnek a termőhelytől a fogyasztó asztaláig jóval rövidebb utat tesznek meg, mint például az importtermékek, amelyek akár több ezer kilométert is utaznak, mire eljutnak a fogyasztó asztalára. Azon kívül, hogy a minőségi szempontokat is figyelembe veszük, van még nagyon fontos nemzetgazdasági háttere is a termelői áruknak, tehát Magyarországon dolgozó, magyar termékekből előállított árukról van szó, tehát hogyha ezeket válasszák a fogyasztók, azzal a magyar agrárgazdaságot és a magyar nemzetgazdaságot támogatják. Szóval van egy ilyen fontos gazdasági háttere is, hogy ezzel a szektort és az ország gazdaságát is erősítik. A termelők a legváltozatosabb portékákkal fognak megjelenni a vásáron, a tejtermékektől kezdve a méhészeti termékeken át, a borászati vonalon keresztül, még a fűszernövények és a feldolgozott áruk is meg fognak jelenni ezen a vásáron, és az Óbudai Egyetemnek és a megyében működő agráriumhoz köthető oktatási intézményeknek is jelen lesznek a képviselői, hogy akik éppen nem, hogy akik a termékeken kívül még esetleg a szakmákba is bele szeretnének kóstolni, akkor az intézményes tandjainál azt is megtehetik. Kedves nézőink, tehát akkor jövő héten pénteken, szeptember 13-án várjuk Önöket a Városház téren 10 órától 18 óráig. Én pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!